Sziasztok és üdv a szobámban! Ez a videó a várva várt room tour videó lesz, annak ellenére, hogy két hét múlva kb. Már el is költözöm innen, vagyis nem költözöm ki, de hazamegyek ugye karácsonyra, és csak a vízsli időszakra jövök vissza, viszont elég sok cuccot már el fogok vinni innen akkor. Úgyhogy tudom, hogy elég sokáig húztam ezt a room tour, de egyszerűen nem tudtam rávenni magam, hogy levideózzam, nem tudom, hogy miért, úgyhogy ma összeszedtem magam, és gondoltam, hogy megmutatom, hogy mik vannak a szobámban, hogy mi honnan van, hogy mi miért van, és hogy mi volt felesleges. Szóval kezdjük is. Ez, ami előtt állok, ez a bejárati ajtóm, és ilyen szép türkizes színe van, és valami ilyen kukucskáló, és soha senki nem szokott hozzám jönni, vagy így bekopogtatni, hogy ezt nem használom nyilvánvalóan. És akkor induljunk is el ebbe az irányba. Azt elfelejtettem mondani, hogy egyébként az egész épület az egy ilyen diák rezidencia, kollégium-szerű tulajdonképpen, senki nem ellenőriz nagyon minket, tök olcsó és nagyon jól felszerelt, mint mondtam, most lett felújítva, szerintem még be sem fejezték, még mindig folyamatosan járkálnak itt a munkás emberek, úgyhogy nagyon friss, nagyon jó, és nagyon szerencsések voltunk, hogy itt találtunk egy szobát, szóval én nagyon meg vagyok vele elégedve, ahogy látni fogjátok, a szobám is elég nagy, tehát ahhoz képest, amit fizetek meg, ahhoz képest, hogy egy kori szoba mekkora szokott lenni. Most én meg nem mondom, hogy ez hány négyzetméter, de sok, és kisebben is egyébként ellennék. De hát, hogyha már így alakult, akkor nyilvánvalóan nem utasítom vissza. Úgyhogy tulajdonképpen annyira nagyon panaszkodásra nincsen okom. Az egyetlen dolog, amit nem szeretek benne, az a lámpafény, mert nagyon hideg fény van, kb. Olyasmi, mint ennek a fénynek most itt, amivel videózom. Bár valószínű, hogy ezt majd kicsit megszerkeztem, hogy ne legyen ilyen hideg, úgyhogy nem fogjátok ugyanúgy látni. De miatt vettem egy-két lámpát. Szóval ez a ruhás szekrényem, és ez is tök jó, mert jól elférek benne. Szóval van benne egy ilyen akasztós rész, és van benne egy polcos rész. Itt az akasztós rész feletti részen tárolom a táskáimat. Ahogy látjátok, eléggé kupis, de hát ez van, mert igazából csak így beledobálom őket általában. És alatta pedig felakasztva vannak a pulcsiaim, néhány kabát, és szerintem ennyi. Valamint ez alatt tárolom az itt beszerzett bakelit lemezeimet, ugyanis vettem itt egy párat, van egy bakelit lejátszom, és arra elkezdtem gyűjteni a lemezeket, szóval ezek vannak eddig a készletemben. A másik oldalon pedig a legfelső polcon tárolok most jelenleg éppen két felsőt meg pár pulcsit. A második polcon vannak a farmer nadrágok, meg mindenféle nadrágok. A harmadik polcon pár szoknya, pár egyéb dolog, amit csak így bedobáltam ide, és a legalsó polc az meg a szégyen polc, ott így pizsik és sportcuccok egy rakáson össze-vissza. De ez nem mindegyik ruhám, majd én látjátok. És menjünk is tovább. Szóval ez itt az éjjeli szekrényem, ami alapvetően nem egy éjjeli szekrény, hanem az íróasztalhoz volt, szóval így alá be lehet tolni, és akkor ezek ilyen irattartó fiókok. De kellett egy éjjeli szekrény, egyrészt, másrészt pedig kellettek fiókok a fejérneműimnek, meg zokniknak, meg a felső fiókban tárolok pár ilyen egyéb cuccot. Egyébként a tetején, ahogy látjátok, van egy IKEA-s ilyen kis lámpa, aminek nagyon-nagyon örülök, hogy megvettem, mert nagyon jó meleg fénye van. Valamint itt van a tüzegálfonya készletem is, ezt szedem, mert néha felszoktam fázni, és ez nagyon jó rá. Egy kis víz mindig, mögötte van a szemvegtokom. És van itt kettő darab fülhallgató, azért kettő, mert az egyik az már nagyon régi, és majdnem egy éve, hogy valami megtört benne, és alig szól az egyik fülében, igen, szóval az egyik oldalon. És itt vettem rá magamat, hogy vegyek egy újat, azért most már ez jó, viszont nem dobtam ki a régit sem, mert szeretek így, nem tudom, elaludni zenehallgatás közben, és ezt inkább akkor a régit használom erre, mert nem akarom, hogy az új is tönkre menjen, szóval ezért van itt kettő. Valamint itt van a kulcsom, meg itt szoktam tárolni még ilyen személyigazolványnak pénztárcát is, hogyha úgy van. Van itt egy bazi nagy külső meghajtó, és egy napszemeg, amit már egy ideje nem hordok, de azért itt van. És hogyha nem gond, akkor a fiókokba most nem lecsünk bele, mert annyira nem szeretném megmutatni a fehér neműimet, hanem menjünk is tovább az ágyhoz. Szóval ez itt az ágyam. Egyébként tök kényelmes a matrac, ami egy elég jó pluszpont szerintem, viszont nem volt hozzá semmilyen ágynemű. Szóval nekem kellett külön vennem lepedőt a matrachoz, és párnát is, meg takarót is, úgyhogy ágyneműt hoztam magammal, csak nem tudtam, hogy milyen helyen fogok lakni, szóval nem tudtam, hogy szükségem lesz majd ezekre. Úgyhogy vettem,
és igazából elég jók, szóval úgy vettem őket, hogy később is tudjam majd őket használni, és rájuk húztam a már meglévő ágyneműmet, valamint vettem még ezt a párnát, ami ilyen díszpárna, de azért jó, mert neki tudok mindig támaszkodni, és ezt a pókrócot, ami nagyon jó puha és meleg. Egyébként itt a falon láthatjátok az egyetlen dekorációt, ami így a szobámban van, ezt a Löwenin Múzeumból hoztam el, ilyen elhozható volt, szóval nem loptam, hanem szerelmes levelek egyébként, és felragasztottam őket itt, meg ennek a tetején ilyen piros sebb tapasztal, és alul pedig sima celluxszal, szóval nagyon művészi. Szóval van itt egy sarok, ez a sarok, ami igazából csak egy tároló sarok, szóval itt van három IKEA-s doboz, amikkel kiköltöztem, itt van a bőröndöm, amivel jöttem, és még egy csomó zacskó, meg minden, ami időközben így felgyűlemlett, azokat mindig tárolom. Nem a legszebb, meg nem a legjobb, de most erre pár hónapra pont jó. És akkor térjünk el az íróasztalra, ami a következő falnál van. Kicsit átrendeztem amúgy az egész szobát, szóval ez alapvetően nem itt volt, és most ide toltam az ablak elé, ami szerintem a lehető legjobb hely, és ezen az asztalon van szerintem a legtöbb dolog, amit magammal hoztam, úgyhogy kezdjük is. Szóval itt található az első sarkon egy pár jegyzetfüzet, meg vázlatfüzet, amiket itt beszereztem, meg amikbe írok órán. Mellette ebben a rácsos tárolóban van egy pakli kártya, meg pár ilyen jól kinéző lap, amiket összegyűjtöttem. Aztán van itt kettő fehér ilyen tárolóegységem, vagy mi ez, amikben igazából minden papírt és minden fontos dolgot rakok, tehát olvasmányokat is, akár meg kiomtatott dolgokat, amik itt kellenek, mert majdnem meg is telt mind a kettő, ami tökre meglepő, de amúgy akkor legalább jó, hogy ezeket beszereztem. Itt ezek előtt van pár random dolog, egy olló, egy vonalzó, egy doboz ilyen szíveske alakú szőlőcukor, egy cellux, egy hógöm Brüsszelből, egy Kodak eldobható fényképezőgép, és egy doboz piros sebtapasz, amit a falhoz is használtam. Fölötte pedig van egy doboz, amiben igazából tárolok egy pár dolgot, ilyen írószereket, meg ilyesmi más eszközöket, de hogy őszinte legyek, nem nagyon használtam őket, szóval ezeket annyira nem volt hasznos elhozni. Ugyanakkor van még itt egy íróasztali lámpa az IKEA-ból, pár könyv, füzet, tolltartók, nagyon jó dolgok. És akkor térjünk is át arra, hogy itt még van egy kis tükör, ami nagyon jó, itt szoktam mindig sminkelni, idehozom a sminkcucaimat, és itt sminkelek természetes fénynél. Van három gyertya, amiket nem gyújthatok meg, mert beindul a tűzjelző tőlük. És van két növényem, akik eddig elég jól élnek, szóval egyébként meglepő. Az egyiket anyukám hozta nekem, ezt a nagyot a fehér virágokkal, és virágzik, egyre több virága van. Tök jó. A másikat pedig az IKEA-ban vettem, csak úgy, hogy legyen valami zöld az asztalomon. Az volt az első IKEA-s alkalommal vettem, azt hiszem. Emellett van egy váza, amit otthonról hoztam, full feleslegesen, de most itt tárolok benne ecseteket, bár azt sem tudom, hogy ecseteket miért vettem, mert kb. Egyszer festettem velük. Igen, azokra majd rátérek, mert a legdurvább dolog, amit feleslegesen hoztam, azok az ilyen kreatív cuccok. Aztán van itt egy mérőpohár, amiről azt gondoltam, hogy majd mérésre fogom használni, de igazából semmire nem használom, ezt elloptam a suli étteremből. És egy mappában, meg itt fölöttem még papírokon, rengeteg tananyag, amit majd meg kell tanulnom. És egy hangszóró, ez fontos. Úgyhogy igen, most éppen ennyi minden van az asztalomon. Nem tudom, hogy lenne a legjobb. Szóval ez a sarok itt, ez a sarok itt a kajás sarok, ami úgy alakult ki, hogy először vettem magamnak egy kávéfőzőt, használtam ezt a kávéfőzőt, mert rájöttem, hogy olcsóbb, hogyha magamnak főzök mindig kávét, mint hogyha veszek, és ezért vettem, kb. 6 euró volt, viszont nagyon rövid a madzagja, vagy a drótja, és emiatt vettem hozzá egy kis asztalt az IKEA-ban, ami a legolcsóbb kis asztal az IKEA-ban. És vettem még egy ilyen tárolókosarat is a többi nasinak, ahogy látjátok, vannak benne teák, meg kávé, meg gyümölcsök, meg műzliszelet, meg méz. Mézet anyukám hozta, nem tudom, hogy miért. Mögötte van egy pezsgő is, szóval elég vegyes, azt kell mondjam. Ezt sem tudom, hogy fogom hazavinni jelenleg, de ezeket nem bántam meg, hogy megvettem, mert jó szolgálatot tesznek. Nagyon rájöttem, hogy nem fogok itt most már lefele hajolgatni, mert ez tényleg mély ponton van ez a részleg.
Viszont itt vannak a kreatív cuccaim, szóval fotós cuccok, meg festő cuccok, meg mindenféle. És ennek az a sztoria, hogy a fotós cuccok nyilván kellettek fotózáshoz is, meg videózáshoz is, viszont volt egy pont, ami így valamikor félúton, amikor nagyon-nagyon kívántam azt, hogy fessek, meg így bennem volt az, hogy alkotni akarok. És amikor anyukám még jöttek meglátogatni, akkor kértem, hogy hozzon ki nekem ilyen cuccokat, és kihozott akrilfestéket, meg másféle festéket is, meg egy csomó papírt, meg mindenfélét, aminek tökre örültem, hát akkor most tudok kreatívkodni. Csak arra nem gondoltam, hogy egyébként semmi időm nincsen erre, szóval, hogy főleg most, szóval mostantól már tanulok a vizsgákra, az otthoniakra, meg aztán már az itteniekre is, tehát, hogy így még novemberben használhattam volna ezt a lehetőséget, vagyis hát használhattam volna, de nem azt jelenti, hogy egyébként unatkozva ülök itt nagy részt, hanem mindig van valami, csak egyszerűen azt hittem, hogy tudok erre időt teremteni, és aztán nem tudtam, és most nagyon bánom, hogy itt van ez a sok cucc így feleslegesen, meg bűntudatom is van, hogy kezdenek kéne velük valamit, vagy hogy így valamit akkor már alkossak, de nincs időm, egyszerűen nincs időm. Ah, és az agyamra vagy az egész, nem mindegy, szóval csak én akartam mondani erről. A következő állomás az ez a ruhaállvány, amit magammal hoztam otthonról, és ez egy nagyon-nagyon jó befektetés volt már otthon is. Szóval ide fel tudok akasztani mindent, és így sokkal jobban átlátom a ruháimat. Ruhamennyiségben amúgy nem érzem azt, hogy túl sokat hoztam, van egy pár ruhám, amit egyszer sem hoztam, vagy max egyszer, tehát azokat bánom legfeljebb, de alapvetően így sem hoztam el magammal mindent, szóval nagyon szortíroznom kellett. De hát ez nyilván más helyzet, csak annyira nem gondoltam át, hogy annyira sok ruhára nincsen szükségem, de ez van. Szóval itt vannak az ingek, pólók és egy kabát. Ezeket már nem is hordom, mert túl hideg van. Aztán emellett itt mellettem lent a földön vannak a cipők. Hát igen, itt is van egy pár, amit alig hordtam, szóval mondjuk egy 2-3 párral kevesebbet kihozhattam volna. De nyilván így előre nehéz szortírozni, hogy mi az, amit nem fogok hordani, mert úgy érzem, hogy mindig hiányozni fog. Bár igen, tehát egy kicsit így kompromisszumot kellett volna magammal kötnem, hogy akkor mi az, amit most nélkülözök egy pár hónapig. Tehát ez nekem nagyon nehezen ment, úgyhogy ennyit hoztam ki magammal, meg vannak itt még ilyen itteni papucsok is, úgyhogy ezek a lábbelieim itt a szobában. És akkor elérkeztünk a fürdőszoba részleghez, amit én alakítottam egy kicsit így át. Szóval ez a polcos szekrény, ez alapvetően a fal mellett állt, viszont így kellett egy ilyen elválasztó, nem tudom, hogy így mutassa, hogy ez itt a fürdőszoba rész, úgyhogy így beállítottam merőlegesen a falra, és most akkor megmutatom, hogy melyik polcon mit tárolok. Az első polcon vannak a sminkjeim ebben a fehér dobozban, sminkecsetek, egy száraz sampon, dezodor, ilyen hajra való fújható cucc, valamint karóra, ékszerek, fésük, hajba való dolgok. Itt azért nyilvánvalóan van elég sok olyan dolog, ami felesleges volt, nyilván nem hordok ennyi ékszert, és nem hordok ennyi hajba való cuccot, és nem hordok ennyi sminket, szóval ezt nagyon-nagyon-nagyon le lehetett volna redukálni, de mindegy, ebből tanul az ember. A másik polcon vannak a parfümjeim, és ezek közül a parfümök közül hármat használtam, egyet egyáltalán nem, szóval három is elég lett volna, viszont hogyha jobban vele gondolok, akkor igazából egy is elég lett volna, semmi gond. Aztán vannak itt ilyen piercingápoló cuccok, mert ugye csináltattam egy piercinget egy pár hónapja, és ezek itt vannak, ez amúgy tök jó befektetés volt, mert nagyon segített a gyógyulásban. Emellett pedig itt van egy kis kukám még, ebbe gyűjtöm az itten ilyen vattakorongokat, meg fülpiszkálókat, és mögötte van pár hidratáló krém, na hát a legfeleslegesebb dolgok, mert szerintem egyszer nem használtam őket, néha mondjuk így epilálás után szoktam, de amúgy nem tudom, hogy miért hoztam magammal 6 félét. Mögötte a körömlakjaim, ebből is alig használtam őket, szóval ez is felesleges volt szerintem. A harmadik polcon van a hajszárítóm, ez nagyon jó, a hajszárítót azt nagyon szeretem, tök jó, hogy itt van velem. Itt van a parókám, amit Halloween-re vettem, hát olcsó is volt, és szerintem is nagyon fogom többet hordani, mert nagyon hullik, és viszkett tőle a fejem, és kicsi a fejemre alapból, szóval így egyszer-kétszer hordani jó volt, de annyi elég. Aztán itt van egy tusfürdő, egy sampon, meg ilyen fürdőszobai cuccok, és az utolsó polcon vannak az ilyen összegyűjtött mindenfélék, szóval ahogy látjátok, itt van egy vasaló, itt vannak az ilyen mosó tabletták, vagy micsodák,
És itt van egy nagy fekete doboz is, amiben még tárolok ilyen fürdőszobai cuccokat, de annak is a nagy része olyan felesleges volt Jézusom. Csak így utólag látja az ember, hogy mi volt az, ami plusz és felesleges volt szerintem. Na mindegy, menjünk tovább a mosdóréchez. Szóval a szobámhoz tartozik egy mosdó, és fürdeni egy közös fürdőben tudok, meg WC-re járni is egy közös WC-be. Szóval van egy külön mosdó, amiből szerencsémre folyik hideg és meleg víz is. Egy csomó szobában csak hideg víz van, de nekem van hideg és meleg, szóval tök luxus. Van egy tükröm, van mögötte, szóval van fölötte egy lámpa, aminek egyébként elég rossz fénye van, szóval ilyen... Most nem is tudom, mennyire látszik a videóban, ilyen sárgás és régi, úgyhogy itt sminkelni annyira nem szoktam. Szóval van itt egy polc, amin tárolom a kontaktlencse folyadékomat, a kontaktlencse tokomat, egy ilyen arcolajat, két The Ordinary arcápoló cuccot, mögöttem van a Foreo Minim, aztán van itt egy hidratálókrém, van itt egy arctonik és a két Nivea-s micellás sminklamosom, ezeket tényleg nagyon szeretem, szóval az egyik már el is fogyott sajnos. Úgyhogy ezek közül mondjuk talán ez a tonik volt az, amit így feleslegesnek mondanék. Az arcolaj talán, de hát ez nagyon kicsi, szóval helyet ez nem foglal. És hát egy kicsit hanyagoltam sajnos az arcápolásomat, szóval így emiatt mondanám azt, hogy így ezt le tudtam volna redukálni. De hogyha jobban odafigyelek, akkor mindig része amúgy hasznosít. És alatta a mosdónál van egy szappan, meg fogkrém, úgyhogy... Ennyi. Itt mellettem láthatjátok a törölközőim, mert van egy hajtörölközőm, és van egy testtörölközőm, hanem mindig itt egy arctörölközőm. És el is érkeztünk az utolsó szakaszhoz, bam, 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 ami az akasztók. Szóval ez az akasztó részleg. Itt tárolom a fürdőköntösemet, mert mindig felkapok egy fürdőköntös, és abban megyek kifürdeni, sokkal egyszerűbb. Bár itt amúgy nincsenek fiúk, de így jól esik. Ezt itt vettem magamnak, úgyhogy ez is egy plusz cucc, de hasznos, mert amúgy otthon sincsen sajátom. És egyébként itt vannak a kabátaim, a téli kabátom, az esőkabátom, két sapka, kesztyűk, sálak, és alatta pedig a csizmáim, egy gumicsizma és két téli csizma, amiket már nagyon nem szeretek, de ezeket hoztam magammal, vagyis hát ezeket is utánam küldték. Ami jó, szóval tényleg télen csizma kell, de legszívesebben újakat vennék inkább helyettük. És ezzel vissza is érkeztünk a kiindulási pontra, ami ugyebár a bejárati ajtón volt. Szóval ez lett volna a roomtourom, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és kielégítette a sok vágyat és várakozást, ami körülölelte ezt a témát. És nagyon fontos dolog, remélem nem felejtettétek el, hogy decemberben minden egyes videóban van egy nyereményjátékunk, ami ebben a videóban ez a hajvasaló, ami nincs nálam, hanem Lilánál van, úgyhogy csak egy képet tudok róla most mutatni, viszont ezt nyerhetitek meg, és a játékszabályok azok így minden egyes játéknál ugyanazok maradnak, szóval fel kell, hogy iratkozzatok, és kommenteljetek, és igazából maga a komment tartalma az, ami minden videón keresztül változik. Ez alkalommal pedig azt szeretném, hogy azt írjátok meg kommentben, hogyha nyerni szeretnétek, hogy nektek mi az a dolog egy szobában, amitől otthonossá válik, vagy mi az, ami nélkülözhetetlen a számotokra egy szobában, akár lakberendezési tárgy, akár egy kis emlék, akár valamilyen ruhadarab, bármi lehet az. Én elmondom, hogy nekem... A fények azok, amik nagyon számítanak, szóval egy-két kis lámpa mindenképp kell, hogy legyen a szobában attól, hogy hangulatos legyen, és azon kívül nincs semmi ilyen konkrét szentimentális dolog, amit szeretnék, hogy ott legyen a szobában attól, hogy otthonossá váljon. Nagyon szeretem a kis lámpákat, és ennyi. Szóval hajrá nyereményjátékkal, sok sikert, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!